A legfőbb oka az elfagyásoknak nem csak a tartós hideg, hanem sokkal inkább a szél, ami az aknák fedlapján keresztül lehűti az akna hőmérsékletét. Ezért mindenképpen érdemes a fedlapot megfelelően szigetelni. Elsősorban mindenképpen a passzív védekezést hívom fel a figyelmét a kedves felhasználóknak, ugyanis ez a legegyszerűbb megoldás, amikor hőszigetelő anyagokat alkalmazunk, a mérő környezetét beszigeteljük, a fedlapot zárva tartjuk, ami legfontosabbak közé tartozik. Másodszorban pedig a aktívabb védekezést, amikor mondjuk egy nem használt ingatlanban, például garázsban van a vízmérővel lehelyezve, ott például egy temperáló fűtést lehet beállítani. A temperáló fűtés azt jelenti, hogy a helyiségben megpróbálunk fönntartani egy állandó alaphőmérsékletet, azaz akkor sem engedjük kihűlni, ha nem használjuk napi szinten. Az elmúlt hétvégén több mint 500 bejelentés érkezett Békés Csabáról és a környékbeli településekről a szolgáltatóhoz. Arról, hogy ilyenkor mi a menetrendje a javításnak, Kis Albert Zoltán divízióvezető beszélt. Az Alföldi ZRT-nek elérhetőségén a call center-es hívószámunkon, illetve honlapon is, e-mailben is be lehet jelenteni a meghívásodást, illetve az elfagyást. Ezt a kollégák rögzítik, és felveszik a kapcsolatot a felhasználóval, és egyeztetett időpontban még azon a napon megpróbálnak időpontot keresni, és kimennek a kollégák, és lecserélik a felhasználónál a mérőt. A vízóra cseréjének díja 15 000 forint, amit később csekken kell kifizetnie a tulajdonosnak.